már próbáljuk a gondolatmenetben egyre jobban ehhez a mai különleges eseményhez közelíteni. Nagyon sok olajat kaptunk. Nagyon sok kegyelmet kaptunk mindjárt. Bőséggel kaptunk elegendő kegyelmet ahhoz, hogy égjen a lámpánk. Hogy a hitünk fénye ki ne hallódjék. Hogy égjen dobogjon annyira az a lámp, hogy az másoknak is világosságot adhat. És ezt a bőséges olajat az Isten kegyelmét mi görög katolikusok különleges módon éljük. Mindenki felekezetének megfelelően más és más módon éli meg az Istenhez való kapcsolódását, a hitét. Mi úgy érezzük, hogy azzal is nagyon sok olajat, nagyon sok kegyelmet, nagyon sok különleges ajándékot kaptunk, hogy mi így élhetjük meg a hitünket. Hogy szép templomunk van, hogy különleges az oltár, hogy különlegesen szépek az énekeink, a szertartások. Ez a mi olajunk, ez a mi ajándékunk, amelyet kaptunk, és amellyel bőségesen kell élnünk. Mert egy másik furcsa igazságtalanságnak tűnő mondata Jézusnak, hogy akinek van, annak még annak. Meg aztán, aki sokat kapott, attól sokat is követel. Igazítsam az én igazságomat, érzetemet, ehhez a Jézusi mondathoz, igen, sokat kaptam, és sokat is vártam, de az Isten. Az olaj, a kegyelem, amelyet kaptunk, a mi görögkatolikus hitünk, amelyet őseink őriztek, mint égő lángot, és adtak tovább nekünk. Nemrégen külföldön számolhattam be arról, hogy honnan is vannak a görögkatolikusok itt Magyarországon, mi az ő különlegesség. Jó, ha tudjuk azt, hogy őseink kezdettől fogva ismerték a bizánci egyházat, a keleti rítus, és a honfoglaló magyarok is már között is nem egy görög katolikus volt, nem egy bizánci egyházhoz tartozó katolikus ember volt, hiszen akkor még a vándorlás során nem vált szét kelet és nyugat egyháza. És itt a magyar földön ez az elválás, ez a szép fájdalmas, szép választás, amelyet a történészek 1054-es évszámhoz kötnek, nem is volt érzékelhető. Sok évszázadon keresztül kapcsolatban voltunk, amíg még történelmi kapcsolat volt Bizánccal, él a keleti egyház és a nyugati egyház itt a Kárpát-medencében. Büszkék lehetünk arra, hogy őseink ezt az egységet élték itt ezen a földön. És aztán a főként a tatárjárás után és az évszázadok sodrában egészen meggyöngült a keleti egyháznak a jelenléte, majd érdekes módon akkor erősödött újra, amikor a keleti egyházmegyék közül egyre több csatlakozott Rómához. Megőrizve a keleti egyházhoz tartozását a rítusban, egyesült a katolikus anyaszent egyházzal. Ezek a mi őseink. Óriási ajándék, hogy a keleti egyházhoz is tartozunk, és a nyugati egyházhoz is tartozunk. És ahogy őseink életében megvalósult ez a csodálatos egység és a béke, kelet és nyugat, keleti egyháza és nyugat egyháza között, úgy kell, hogy a mi életünkben, a mi szívünkben, a mi egyházközségünkben, a mi templomainkban is ezen a nagy békességgel és egységgel éljen itt az egyház. Ezt tartom az egyik legkülönösebb, legértékesebb ajándéka, amelyet az Istentől kaptunk. Azért is beszélek erről, testvéreim, egy személyes élmény miatt, hiszen néhány nappal ezelőtt találkozhattam Ferenc pápával, és átadhattam neki a magyar görögkatolikusok köszöntését. És az ő elődei is, Benedek pápa, II. János Pál pápa is arra buzdított bennünket, hogy mi keleti módon éljük meg a katolikus hitünket. Ezt bízza ránk az Anyaszent Egyház, hogy a keleti rítusban otthon legyünk, éljük, ismerjük azt, és így tartozzunk bele a katolikus egyházba. Egészen különleges ajándék az is, hogy ebbe az oltárra most itt egy pápának az erekéjét helyezhetünk el, mégpedig annak a pápának az erekéjét, aki a mi egyházmegyénket alapította. Most már több mint 100 évvel ezelőtt, 1912-ben, Szent X. Pius pápa volt az,
aki aláírta a magyar görög katolikusok, a Hajdúdörögi Egyházmegye alapító hulláját, és azóta élünk itt, mint az egyház által is elismert módon saját görög katolikus, magyar görög katolikus egyházat. Tudunk elégszer hálát adni ezért az Úristen. Föl tudjuk fogni, hogy micsoda kincs, micsoda ajándék ez. És ha ajándék, ahogy Jézus mondja, aki sokat kapott, attól sokat is követelnek, akkor ez feladat is. Nekünk úgy kell megélnünk katolikus hitünket, hogy hiteles legyen a keleti egyházat a katolikus. De feladatokat jelent. És parókus atya a munkatársaimban ennek a feladatnak tesz eleget, amikor megpróbálja úgy átalakítani a templomot, hogy az ne csak szép legyen, hanem keleti is legyen. Az oltárt is úgy alakítottuk át, hogy ne csak szép legyen, hanem keleti legyen, és az ősi szertartásnak megfelelően alakítottuk ki azt, egyszerű oltárnak tűnik, egyszerű faláda, és az imádság szentelte meg, és alakította át az Isten trónusává. Ez a mai szertartás is a maga hosszadalmasságával, ünnepélyességével része ennek a különleges eseménynek, hogy hogyan alakul át egy egyszerű építmény az Isten trónjává. Testvéreim, nagy örökség ez, amellyel élnünk kell. Amellyel tudnunk kell jól bánni. A hagyomány a szüleinknek, őseinknek ránk hagyott adománya nem csupán az, amit én jónak gondolok, amit én megszoktam, amire esetleg a szüleim tanítottak. Azért is idézem föl a magyarságnak egész hosszabb történelmét, mert ezzel utalni kívántam arra, hogy a magyar görög katolikusoknak a hagyománya, hagyományvilága nagyon-nagyon messzire nyúlik vissza. Azt mondhatjuk, hogy egészen Krisztusra, hiszen ahogyan megéljük a hitünket, énekeinket, magát Krisztust akarjuk jelenvalóvá tenni, a Szent Liturgiában átélni Krisztus jelenlétét. Ezért igenis sok mindent kell tanulni, amikor változtatni. Bátorság kell azokhoz a változásokhoz, változtatásokhoz, hogy megtaláljuk a mi igazi kincseinket. Második János Pál pápának egyik fontos buzdítása arra szólította föl a keleti szertartású katolikus híveket, vagyis bennünket görög katolikusokat és más keleti ritusú katolikusokat, hogy fedezzük föl gyökereinket. Sőt, ha eltértünk azoktól, akkor elevenítsük föl azokat. Újítsuk föl azokat az esetleg elfeledett szertartásokat, amelyeket őseink, amelyekkel őseink imádkoztak. Ez az a nagy kincs, amelyet rám bízott az Isten, és amelyet kért tőlünk az egyház, hogy kamatoztassuk, gazdagítsuk vele az egyháznak az életét. Nagyon örülök annak, hogy ez a közösség ebben a nagy munkában, ebben a megújulási munkában ilyen nagy részt vállal. Talán egy kis tanítással még jobban érzékeljük, hogy nem csupán arról van szó, hogy megszépülhetett ez a templom, hogy szebbé vált a környezete, hogy még szebbé lett az oltár, hanem ez a folyamat része ennek a lelki megújulásnak, amely a gyökerekből indul, építkezik, és amely feladatul tűzi ki azt, hogy minél hitelesebben adhassa tovább az Istentől kapott ajándékot, elsősorban a hitet. Égjen tehát a lámpát, gyűjtsük az olajat, gyarapítsuk azt az életünket, mi görög katolikusok főként ezen a módon, ezen a különlegességünk, és akkor ez a megújult templom valóban láng lesz, valóban fény adó lesz mások számára, más közösségek, egyházközségek számára is, és tovább fogjuk tudni adni hitelesen ezt a hitet azoknak a gyermekeknek, akik még most talán hosszadalmasnak tűnt, tartják ezt a szertartást, nem nagyon értik, hogy mi is történik, hogy a késő megszületőknek ezt bízta ránk az Úristen, hogy ezt a hitet, ezt a csodálatos ajándékot továbbadjuk, hogy aztán a lángot ők is továbbadhassák az utána következőknek. Adja az Isten, hogy ez a mai szép szertartás